a fejlesztési projektek benyújtásának időszakát éljük. Ezzel kezdte beszédét Farkas Éva Erzsébet. Ami már biztosnak látszik, hogy két nagy állami beruházásnak lehet részese Makó a közeljövőben, melyhez 5 milliárd forintos támogatást nyújt a magyar állam. A Hagymatikum bővülhet és egy új könyvtár épülhet fel, melynek környezete is megújulhat. A polgármester elmondta, hogy az állami beruházások mellett megyei forrásokra nyílik lehetőség. Ebből kerékpárul készülhet Marosvele vásárhely és Makó között. A Honvédváros rész rehabilitációjára is benyújtásra került egy 1 milliárd forintos pályázat. Azonban ezzel kapcsolatban sokan teszik fel a kérdést, miért ekkora ez az összeg. Fontos hangsúlyozni, hogy megfelelő, csak azoknak a feltételeknek megfelelve lehetett pályázni, és ez az egyetlen egy városrész volt, amely ebben a rehabilitációs programban részt vehet. Nyilván nagyon fontos nekünk, hogy egy ilyen állapotban lévő városrészt valóban úgymond felhozzunk a többi városrészhez is, nyilván mind a szociális körülmények tekintetében, mind pedig az infrastruktúra fejlesztések tekintetében. Egy turisztikai fejlesztés is megvalósulhat a területi operatív programnak köszönhetően, Igaz Gyöngyök útja címmel, ahogyan megújulhat a piac, a csipkesor és az ipari park is. Az Erdei Ferenc téri sportpálya bővülhet és lelátó épülhet rajta. A 15 éves városi sportcsarnokban nagyobb javítási munkák várhatóak. A város első embere után Kádár József, a körzet képviselője számolt be az elmúlt időszakban elvégzett munkákról. Mivel komplex járdaépítésre nincs pályázati lehetőség, ezért csak a járda javítások, átkötések építése valósulhatnak meg. Ezen kívül csatornaépítés, javítás, karbantartás, átereszeknek a kitisztítása, szikkasztók építése, hídvállak építése, illetve felújítása, ezen kívül a Vásárhelyi utcán két lakás felújítása, a Kispósta tetőjavítása, illetve a Juss-Gyula utcai rendelő, ami sajnos még pályázat hiány várat magára a teljes felújítás, de festésjavítások történtek. A lakók a Vásárhelyi utcai játszótér kerítésére kértek megoldást, hiszen, mint mondták, annak faléceit rendszeresen megrongálják. Egy résztvevő felhívta a figyelmet a Nagycsillag és a Juss-Gyula utcai veszélyes kereszteződésre. Szerinte egy felfestés és egy sebességkorlátozó tábla sokat segíthetne a biztonság szempontjából. Végezetül egy lakossági felvetésre, miszerint igazságtalan a Szennyvíz csatorna díj elszámolása, a város vezetése azt ígérte, hogy az Alföld Víz Zrt-nél utána járnak a lehetőségeknek és megvizsgálják a környező települések erre vonatkozó gyakorlatát.